Lássuk mennyire lesz jó. Átírtam egy autót, a Diablo-t is. Arra vagyok kíváncsi, hogy sikerült a motor. Tuning. A jó is. Közkerekes. Természetesen nem összkerekes. Játék el egy jó, viszlát. Lászt így, nohely már, mi te? Na, jó, egyszer. Na, oda. Idétlen. Csávó, nincs. Nagyos közöttünk! Ott a gondolom. Folyamatosan ezt nem lehet. De nem van. Megyünk az útra. Na most. Füvön is gyors. Most egy 200. Ez az! Próbáljuk meg! A másikat! Kivesszük! What the going? Most kiszállunk, mert akkor ő elszáll az autóval. Nem, az a helyzet, hogy többen vannak. És viseltes van az a helyzet. Úgy van, hogy a... Lips, 1-6. Minden autó. Na, itt vannak azok az autók. Ha megtámadom őket és kiveszem a kocsiból, és mögötte van egy másik, ugyanúgy, akkor az elindul, mint az állat, mert az NPC tudja kezelni ezt a sorsát. Nagyon nehezen kezelni ezt a képet. Nekem. Ott van egy. Itt van még egy. Ez az. Megvárom a másikat, ami hátul van. Most eltűnt. Tehát most eltűnt. Na várj, várj. Ott van. Nem nyert. Azok egyből kiszorítanak. Ez így meg nem jó, mert nem ez volt a cél. Szemébe. Eső. Amit most látok, természetesen a GTA 3 nem tudja.
azt ez a RE3 mód tudja. Jön le az esőcsepp. Hűha! Van egy ilyen 3-4 másodperc, amíg a motor fölveszi, a kerék fölveszi a sebességet, utána meg már eljön. Azt hittem azt már mondanám. Nem fogom tudni megtalálni azt a szituációt, hogy egyszerre kettő ilyen diagnózt legyen az úton. Hát ez kezzel lehetett fel! Próbál vele lelépni! Megyünk utána, nézzük meg, hogy boldogul a bot. A kezzel lehetett fel, ahogy szóval. Nem nagyon. Nagyon. Aha, nem nagyon kasztam. De letékáztak én. Letékáztak én. Nem bírja hajtani. Ez mit csinált? Bírja kezel. Baj, ez elég kemény volt ez a motor, azt hiszem. Tör, borít minden. De ezt nem lehet kezelni, ezt a járgányt. Ez mit csinált? De kemény. Ez jobb helyzet, mint amire vártam, hogy egy tolvaj ellopja azt az autót. Hát nem nagyon hívom driving-nak. Nem nagyon lehet közelni, tehát végig rajta kell tartanom a képet, a körben megszűnik. De kemény, nem bírjuk. Szóval. Figyelni kell, a képbe kell tartani a csávót, mert messze kerül, és egy pillanatban nem nézel oda, akkor lehet. És ezzel a kezelhetetlen autóval nagyon nehéz után. Kész, nem tudom már. Na mindegy, fogadjuk el, hogy elvégzik. Menjünk egy másikért. Ez mekkora volt ellopni. A kerék nem csúszna ennyire, sokkal jobb. Az egy tritteli! Jajjaj! Lehet látni ezt a pillanatot, amikor aszfalt fog a kerék. Aszfaltot fog. Na. Nem lehet kezelni, ez kezelhetetlen. Yes.
közeledett. Igen, látom, hogy fordulni akarsz, csak nem fogsz. What's going? Fékezésére is tettem, tehát jobban fékez, mint gyárilag. Nem nevezném vezetésnek. Egy gázfölcs és kifattulsz. Itt egy ilyen szabásvarás. Egy sima egyfordító. Ez fölfordító. Ez szép volt, fiam. És ugye a kis banda a területén. Nem olyan egészséges. Ez a dolog. Punk ass bitch! Vannak itt a földön ilyen pénzei. Közben próbál menni. És... ja igen, közben véres lábnyom a légi folyosan. Ott egy másik gép. Másik autó ebben a játékban, mint gyors játék. Alapértelmezett felfogásai alapján ez mindig itt van. Az autóboltba. De be lehet jönni, és akkor el lehet rabolni a másik autót. Csak ezt... hát... ez egy másik. Ezt kezelhetetlen a kutyát. Nem bír a kijelölt irányba menni, de túl pörög a kutyát. Jaj. Fék. Ennyi. Viszlát. Ó, te. Persze meghaltam, mert a GTA 3-ban a karakter nem tud úszni. Ezt hogy lehet vezetni ezt az autót? Normális. Csak szórakozunk komolyan. Ezt nem lehet igazi. Van egy nagyon-nagyon-nagyon régi trükk a GTA 3-ba. Volt a GTA 3-ra a multiplayer is. De most vele sem megyek. Akit érdekel, az meg is megnézni. Olyan trükköket tanítottak az embereknek, hogy a shotgunnal lősz, utána a teljes töltés az olyan tudnak. Szerintem mutasák. Úgy csinálták meg a multiplayer-ben, hogy lőttessen mellel, és utána ugrottak egyet. Mert ha ugrasz, akkor a shotgunnak a töltési fázisa nem fejeződik be, hanem egy lőttel szemben. Azt, te még driftelni akartam! Ez egy kevésbé diszkrét volt. Mi volt? Igen. Insane, double insane, $800. Jó, az a fa, azért megfogott. Oldalra elősz. De nem szembe gyorsul az autó, hanem oldalra. De nem nagyon lehet megfogni. Tehát amikor egy bot átveszi az irányítást az autó, hogy most vezetni fogja így oldalra, tehát ezt...
az kerekes. És már most mit szeretném. Van egy olyan küldetés ebben a játékban, hogy a verseny. És az autóverseny küldetésben mindenki nyitott kukéban megy. Nem tudom. Természetesen a futóvíg az a küldetésben. Terveztem, hogy kerékkel maradok. Nem sikerült. Az a baj, hogy éjszaka van. Tehát elmentem még egyszer. Elmentem az elsőre. És ha elmentem az elsőre, akkor plusz 6 óra van. Hajlóan 5. 4-6 óra. Minden egyes mentéssel plusz 6 órát nyerek, tehát délét az óra. Sokkal jobbak lesznek a fények. Nem éjszaka a ködbe fogok rá. Egyik lámpámat már össze is törtem. Ezt most álltam ki a garázsból. Ilyen autóban megyek dolgozni, vagy szörnyet hallnék odafelé az úton, és soha nem késlekedem. Tehát ilyen nincsen. Jönek? Mivel hátat fordítottam a rendőrnek, így eltűnt a rendőr. Tehát, hogy... Nincs rendőr. Ez egy déli. Oh! Na jó, ez egy kicsit csúnya volt. De most ha vissza tudjuk tölteni a déli 12 órai mentést. Arra gyorsulás. Fú, aztán. Na most csak így hülyeskedik. Ez a tolatás hangja. Ott természetesen egy fölvehető tárgy volt, amiből össze kell gyűjteni a 99-et, valami ilyesmi. És hogyha összegyűjtöd a 99-et, akkor a születési helyben, ahol te megszületsz, akkor alapvetően gránátvetővel szupermáncerrel kezdesz. Tehát megjutom az játék azért. Kanyarba indulás. Köszönöm. Nem lehet ilyen csúszós, azt nem lehet bántani. Kerek csúszossága. Aztán nagyon lehet. Mindegy, jó van az így. Az igen! Na jó van már meg. Közben lesz a tegyen. Valaki kis városi kezdődik a kisztikát. Itt is van titkos pont. Repülök, bemennem. Itt van King Screaming egy... Nem fogom tudni ezt megcsinálni, hogy mit kiugrassak egyből. De egy próbál. Meg van egy másik ugratási pont is a játékban. Na jó, az nevetséges volt. Emeljek a másik ugratási pontra. És megpróbálom. Jó, azt egyébként pontosan tudom, hogy mekkorát lehet ugratni.
De ezzel a moddolt autóval, hát más lesz az élet. Már eljutok oda. Így közlekedni ez az autó. Csia! Basztok! $5,000. A játékon belül $5,000, nem érve a sokat. Jöjjön a vonat! Természetesen, ami ilyen sebességet tud, az sokkal többre is képes. Minden bukkanóval mínusz 20-30 kilométeres sebesség. Ez is. Wow! Na jó, ez kicsit sebesség. Na újra. Mi a péklapát volt? Ez nem igazán közelet. Still nem közelet. Wow, wow! A oldalán is száll. Köszönöm, mert... Na, ezt így még egyszer. Elmentettem. Reszetelni a képet, hogy röcsúszik. Igazából nem csúszik a problém, de nem olyan nehéz csápolni. És valami. De megy, megy, gyorsultam. Nem nyert. De ez már jobb volt, mint az előző. Ez az autóhoz rendesen tanulni. Gyakorolni kell. Ez az autóhoz gyakorolni. Ez milyen, hogy itt egy gázt adok, a kormány nem éri a talajt. Illetve... Kösz, haver! Az őt a lába, hogy jön meg. Ez nem olyan, mint egy millió forint. Azt nagyon is kezel. Ez kezelet. Úgy kilő, mint a kérdés. Úgy keverem el. Ezt nem nevezném.
recognize. Can't tell you. You better no recognize. Hold on. You're about to pay something. Felejtsd már el, hogy ez vissza lesz. Nem lehet a játékban, nem hiszem. Semmi. Rajta kell tartanom a kamerát. Erre kiszáll. Ez nem ez volt a terv, hanem elkezd ezt gyorsan. Ez most nem segített senkit. Ez nem segített. Nem tudom. Kell egy másik gyerek. Hogy jön. Átrepült az utat. Nem így szokottál, mit? Nem, hogy fölrepült az út, és szépen az úton megy. Az a cél, hogy találjak egy olyat, hogy egy NPC kezdődj ezt a bélet. Az előbb is feleltem csak. Az előbb is keresd is fölpöltem, köcsön! This is what they call a glory! Ott lett egy...
Kaffee Porru. Ez az, kettő! Ez az! Hogyha az elsőt kiveszem, a második beindul. Ez itt minden nem ura. Na észik, hogy bírja kezelni ezt a gép? Ez nem igazán nyert, de... Te jön utánam vajon? Ha? Valamennyire igen. Fölkerültött a fal. Ó, kár érte. Várható volt, mondjuk így. És ez így kell felbúrni éppen. Nem áll, mert fölrobbant a bél. Te arra fussál, fölött! Azért az beteg, ja eső. Ez nem a GTA 3-as eső, hanem az a RV 3-as eső. GTA 3-ban nincs eső. Hát most beköszöntem a kollégának. Ez kárja már. Ne, fucker. Az is volt majd a kapu. Az is úgy gyorsult, hogy megjövődött. Az a baj, hogy ez már nem a terület. Ez már nem az ő terület. A Diablo. Na, a rendes volt. A normális az a terület. Az így. Vissza kellett jönni a területre, mert ezen a területen van a Diablo autója. Ha ezért megfizetsz el. Lát el a rendőr autóját. Na most nem. Csak kikapcsoltam ezzel. What do you think you're doing? Oh, yeah.
break in a pound. És felborult. Azért vagyok itt, mert úgy vélem, hogy meg itt lesz. Természetesen. Nem várunk ennyit. Van sajátunk. Lehet látni, mennyire közel lett ez a gép. Nekem akar egyébként jönni, csak nem sikerülnek. Itt a székre kell érse vadásznak. Ez nem egy székre. Nem lehet kezelni ezt a gépet. És azt próbálja, hogy nekem. Na jó, hát ez végleg béna volt, igen. Feladja a harcot, kész. Akkor már nem is érdekel. Akkor már nem is érdekel. Tényleg ilyen az autó. Annyira tapad a kerék, annyira nagyon erő, hogy úgy. Ez az én. Tehát, hogyha kettő van egymás között, meg lehet valamit, hogy az autó hozzal, viszont a másik. Hát ők valamit érzik. Például itt most jönne. Jön kettő. Természetesen ezek már rég elmentek. Sokkal kezelhetőbb, nyugodtabb tud járni. Haha! Valás, ugyanazt a szirkünk, mint az előtt. Elindult. De itt kettőt is van, itt is van egy darab, és a csávon is tudja. Csak éppen a saját halálja előtt. Tehát, hogy ketten is próbált krám. Amennyire lehet. Fúj, mennyi pénz van. Töltöm. Ez abban nem lehet. Se tolja a taxit, amit szerintem én hagytam ott. Na, van még kérdés? Jó előre. Visszamegy a pénzre. Segít. Akkor eltűnt. De hát az eltűnt. Tényleg kezelhető. Én is próbálok vele szépen menni, és nehéz. Oh, fuck it. És nem.
lehet látni azt a pillanatot, amikor a számítógép úgy dönt, hogy nem állsz el. Itt persze nem lesz olyan autó, ami nekem kell. Itt van. Látta valaki elmenni egyébként jobb? What you doing? Hátra fel is így jött volna. Ez egy híres zene egyébként. Let's go. Szóval nagyon jó sikerült ez a mod. Azt kell mondjam, csak teljesen más. Teljesen más vezetési stílus kell hozzá, mint eddig. Úgyhogy köszönjük, hogy néztétek eddig. Én marha jól szórakoztam.